Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 3-áig. Itt ezen a képen látható, hogy változások lesznek. Milyen életterületen? Itt van a nappali szoba, az utal az otthonodra, a környezetedre, a családra, tehát itt is változhat valami. Ez lehet egy költözködés is. A változások mellett itt van egy bíró, egy bírósági ügy, tehát rendezni kell a hivatalos dolgokat, vagy ha van egy peres ügyed, akkor itt most változik valami. Itt megjelenik egy férfi, tehát ha te egy férfi vagy, akkor rád vonatkozik. Ha te egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra, és itt látható az, hogy sokat töpreng valami felett. A háta mögött megjelenik ez a hosszú út, ez utalhat a múltra, hogy ez már régebben is így volt, de jelentheti a jövőt is, hogy tervez valamit hosszú távon. Itt látható az utazás, ez jelenthet külföldi kapcsolatokat. Vagy tervez veled együtt egy utazást. Jelenthet egy életutat is, ami szintén a változásokra utal. Hamarosan lesz köztetek itt ez a találkozás, és ez a kártya jelenti a szerencsét a szerelmi élet területén. De újra megjelenik itt ez a bírósági dolog, és itt mellette van a tolvaj, ami betegít téged vagy őt. Az jelentheti az, hogy tényleg megjelenik ez a tolvaj, és ellop tőle valamit, vagy légy óvatos, mert lehet, hogy téged látogat meg ez a tolvaj, hiszen itt van az otthonod, és mivel ellop valamit, ez szomorúvá tesz akkor téged. De ennek a tolvajnak, ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, és tud segíteni, hiszen eltávolít bizonyos kártyákat, ellopja a kártyákat. Tehát ez a bírósági ügy lezáródik, hiszen a tolvaj ezt eltávolítja. Vagy ha valaki beteg a környezetedben, itt van a betegség, akkor a tolvaj ezt is el tudja távolítani. Sőt, itt van egy rossz hír, szomorúság, és a tolvaj ezt a kártyát is eltávolítja, ami azt jelenti, hogy itt lesznek tényleg változások, és javul a helyzet. Itt ennél a két kártyánál anyagiakról van szó. Itt megvan a nyeremény, vagy váratlanul úgy pénz jön a házhoz, és a két kártya között ott van a munka. A munkád által lesz itt egy nagy nyeremény. Egy nagy szerencse vár rád, erre utal ez a kép, és itt van hozzá a remény. Lehet, hogy valami még elszomorít téged, hiszen itt van a megbecsülés, az elismerés, és lehet az, hogy nem kapod meg jelenleg ezt az elismerést, és pontosan ez, ami szomorít téged. De lesz itt segítség, hiszen ez a gazdag férfi jóindulatú, itt nem csak pénzügyi dolgokról van szó, hanem értékekről is, és te, mint ez a szomorú hölgy, értékes vagy számára, és hamarosan megkapod itt ezt az elismerést. Ez a kártya utal házasságra, és ez az ünnepség szintén ezt jelentheti, és ez tényleg utalhat arra, hogy tervezitek a közös jövőt, itt lesz házasság, vagy lesz egy meghívás egy esküvőre, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és néha ez a kártya szerződésekre utal, és mivel itt megjelenik a munka, ez lehet egy előnyös munkahelyi szerződés is. És most megtekintjük az egyes napokat, hétfő.
Itt lesznek változások. Szerencse a szerelmi élet területén. Nagyon nagy szerencse vár rád. Kedden vannak még bírósági ügyek, mindkét kártya erre utal, de megvan a remény arra, hogy itt is lezáródjon valami, javuljon a helyzet. Szerdán megjelenik ez a tolvaj a te otthonodban. Ez lehet jó, lehet rossz is. Előfordulhat, hogy valaki ellop tőled valamit. Ez nem biztos, hogy pénzügyi dolgokra utal, hanem rabolja az idődet, rabolja az energiádat, de azt is jelentheti, itt ez a három kártya, hogy elmúlik a szomorúság, mert a tolvaj ezt a kártyát eltávolítja, és itt változik valami az otthonodat illetően, a környezetedet illetően, ezek lehetnek szomszédok vagy rokonok. Csütörtök itt látható a képen. Ez a férfi nagyon töpreng valami felett, valami betegíti őt, de hamarosan elmúlik ez a helyzet, hiszen itt eléri a céljait, lesz megbecsülés. Pénteki napon ez várható, amit itt a kártyák mutatnak. Egy hosszú út, egy jövő tervezése. Itt lesz nyeremény, vagy egy meglepetés. Ez a gazdag férfi jelentheti azt, hogy pénzt ad neked, vagy megajándékoz téged, vagy utal a férfiakra, hogy itt lesz szerencse, itt lesz nyeremény. Szombat itt látható a képen. Ez az utazás jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, változásokat. Ami a munkát illeti, és ami a párkapcsolatot illeti. Szerencse a munkahelyen, és itt látható ez a házasság, vagy ennek a tervezése. Ez lehet egy nász út is. Vasárnap az itt látható egy találkozás, nagy nyeremény és egy ünnepség. Ez lehet egy meghívás is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!